óriási lendülettel Obinnál. Mielőtt berúgta ellenfelét. Próbálkozhat még egyszer. Ez már jobb, és egy hatalmas védés, de a kipattanó már nem sikerül hárítani a Dombónak. Az 56. percben Nagy Dániel góljával, aki kétszer is eredményes volt a Paks ellen a Magyar Kupában, ismételten vezet az Újpest most a Mezőkövesd ellen. Hát itt gyakorlatilag nagyon sok mindent élt túl a mezőkövesdi csapat. Másfél percen belül többször is nagyot kellett védenie Dombónak, és hiába hárított egyszer. Itt Nagy Dániel lövését követően ő eszmélt a leggyorsabban.